Szép napot kívánok, kedves nézőink! Véget ért az idei Komáromi Napok rendezvénysorozata. Az elkövetkező fél órában a teljesség igénye nélkül igyekeztünk egy csokorba foglalni a fesztivál legjelentősebb eseményeit, amelyeket minden esetben a jó hangulat, a baráti találkozások és az ünnepi hangulat jellemzett. Kérem, tartsanak velünk a műsor elejétől egészen a végéig! Felavatták Bandor Éva csillagát a Tatra mozi előtti csillagsétányon. Keszek Béla polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Szabó G. László beszámolt Bandor Éva elért eredményeiről, és kiemelte, a színésznő kivételes tehetséggel rendelkezik. Az ünnepelt elmondta, az alkotás örömét szereti a leginkább a munkájában. Nagyon sok filmet csináltam már eddig, és hogyha most így belegondolok, ami a szívemhez nagyon közel volt, az talán a gyerekek, amiért ugye díjaztak Pekingben is. A Jászai Mari díjas színésznő hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés számára, hogy a város önkormányzata neki szánta ezt az elismerést. Hát ha most azt mondom, hogy megtiszteltetés, akkor még úgy igazából nem is tudom kifejezni azt, amit itt érzek, amit valójában érzek. Tehát, hogy annyira felemelő, egy olyan nagy megtiszteltetés ért ezzel, hogy egyszer csak felhívtak, hogy a város gondolt erre, és hogy lesz egy csillagom a mozi előtt, hogy csodálatos érzés, fantasztikus. Keszeg Béla elmondta, a csillagavatás jelképe Komárom gazdag kulturális életének. A mai nap folytatódik egy hagyomány, hiszen most már hagyományosan a Tatra mozi előtt a film szakmában és hát a színészetben jártas büszkeségeknek, akik Komárom hírnevét vitték, csillagot avatunk itt a ismertek, a hősöknek a sétányán. És hát azért is öröm számunkra, hogy ez a mai csillag lelepleződött, hiszen egy női szereplőről van szó, eddig férfiak képviselték csak ezt a szakmát, de most Bandor Éva szerepében lényegében a hölgy színészet, színésznők is itt vannak, korábban Kínában elismerésbeli, és szült most a napokban pedig ugye megkapta a szlovák Oscar díjat is, ugye, és hát szeretnék megmutatni a nagyvilágban, hogy Komárban milyen dolgok vannak, mi az, amire büszkék lehetünk, és azt gondolom Bandor Éva összesíti mindazt, amit mi szeretnénk megmutatni a nagyvilágnak. Külön öröm, hogy ő is megkapta ezt a csillagot. Risavé Boldizsár, a Tatra mozi tulajdonosa beszámolt arról, hogy hogyan született meg a csillagsétány ötlete, és ismertette további terveit. Gondolat úgy született, hogy amikor nyitottam a mozit, a Tatra mozit, akkor mint friss mozi tulajdonost felszólított a alpolgármesterünk Tomi, hogy nevezzük át Rejtman mozinak. És mondtam, hogy nem, szeretem a retros dolgokat, úgyhogy marad a Tatra mozi, de ha gondolja, akkor egy csillagot teszek a mozi elé, ilyen szupersztáros csillagot, ami a Rejtmant fog Rejtmannal kezdünk majd. És aztán megtetszett ez a ötlet a alpolgármesternek, polgármesterünknek és a egy-két ilyen városi hírességnek, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor induljon ez a csillag. Az is kiderült, hogy a csillagok mind egyediek. Bandor Éva csillagának színvilágát a mediterrán hangulat inspirálta. Kicsit utána nyomoztunk, és akkor ez az Olaszország, amit a polgármester is emlegetett, egy kis oliva, akkor próbáltam már kicsit más színt beletenni a kőbe mostan. Ezt igazából nem szerettem volna csak egy ilyen tizedik kő után, hogy lebukjak, mert az első köveknél még senkinek nem tűnt föl, hogy nem ugyanazonosak a kövek. Úgyhogy úgy vannak tervezve a kövek, hogy még közé majd fog egyszer kerülni még egy kő, de először ebben 5 méteres távolságban emlünk a Anglia Parkig, meg a Klapkatérig. Addigra már jó öregek leszünk, és hogyha ez így működik, akkor még közé majd a utókor nyomja a többit. Az érdeklődők az ünnepséget követően díjmentesen tekinthették meg a Gyerekek című filmet a Tatra moziban. Két napon át várta az érdeklődőket nyitott napjain a Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fiók Levéltára a Komáromi Napok ideje alatt. Számos érdeklődő elmondta, hogy először jártak a Levéltár Várutca épületében, ahol több kincset őriznek annak dolgozói. A látogatók több a várost érintő izgalmas történelmi tényt tudhattak meg a levéltár alkalmazottaitól, de megtekinthették annak állandó és tematikus kiállításait,
az itt gondosan tárolt értékes iratokat, amelyek városunk és régiónk fejlődésének fontos kordokumentumai. A legértékesebb bizonyára a Mária Terézia által 1745-ben kiadott okirat, amellyel szabad királyi városi rangra emelte Komáromot, ami számos kiváltságot jelentett a városnak. De érdemes ide betérnie annak is, aki kihasználná a levéltár szolgáltatásait. Aki szeretné felkutatni őseit, vagy akár az elveszett érettségi bizonyítványára, illetve más dokumentumra lenne szüksége hivatalos ügyintézés során, bizalommal fordulhat a levéltár alkalmazottaihoz. 10. alkalommal került megrendezésre a Komáromi Mérföldkövek elnevezésű helytörténeti konferencia, amely idén a Központi Erődben található Komáromi Szekeres Gazda Hagyományőrző Egyesület előadó terme volt. A megjelenteket Paterka Pál, a Dunamenti Múzeum igazgatója, majd Farkas Gáspár, a Szekeres Gazda Egyesület elnöke köszöntötte. Az egész napos konferencia során 27 érdekes előadást hallgathattak meg az érdeklődők városunk és régiónk múltjáról. Szó volt többek közt térségünk jeles személyiségeiről, akik sokat tettek annak fejlődéséért, a Komáromi Posta történetéről, régészeti feltárások eredményeiről és a szekeres gazdák életéről városunkban. Felkavaró részletek hangoztak el a komáromi zsidóság jogfosztásáról a II. Világháború idején, de akár a felújítás után tavaly átadott dél-komáromi brigéció öröksége látogatóközpont épületének történetéről is szó esett. A komáromi áttörésre annak áldozataira emlékeztek május 1-én a katolikus temetőben. 105 évvel ezelőtt 1919. április 30-áról május 1-ére virradóan történt. Az északi városrész visszafoglalására tett kísérlet hősei előtt tisztelektek. A szervező felvidéki értékőrzők egyesület tagjai is a megjelentek. Ezen az éjszakán több ponton támadást indítottak a dél-komáromi tatai és győri vagongyári munkásokból, tatabányai bányászokból, vörös katonákból, háborúból hazatért katonákból álló csapatok. A sikertelen áttörésről Bese László történész szólt, aki köszönetet is mondott mindenkinek, aki ápolja az akkori hősök emlékét. Arlett Tamás, a dél-komáromi Endres csoport vezetője elmondta, hogy Számadó Emese és Máca Mihály tudományos tevékenységének köszönhetően 15 évvel ezelőtt megtörtént a napeseményeinek feltárása, majd 13 évvel ezelőtt a méltatlan állapotban lévő tömegsírt is sikerült önzetlen összefogással helyrehozni, méltóvá tenni az áldozatok emlékéhez. Az Öreg Várnap keretein belül az érdeklődők idén is rengeteg változatos családbarát programon vehettek részt. Megtanulhatták például a szövés alaptechnikáját, megismerkedhettek a hagyományos nemezelés folyamatával, illetve elkészíthették saját agyagvázájukat. A gyerekeket idén Fabók Mancsi Bábszínház interaktív előadása szórakoztatta. Mondtatok már úgy elszöttyödve, mint egy tehenhordó szamát? Nem! Hát akkor azt nem tudjátok milyen, és azt mondjuk, tudjátok-e, hogy hogy kerülök ide, ahol a mángor madár se jár. Idén is sor került a hagyományos rétesárusításra, amelyet a Dunaradványi Csemadok és a Prokultúra Dunaradványi Polgári Társulás tagjai készítettek. A beérkezett összeget idén is egy jótékonysági célra ajánlják fel, egy kulturális emlékművet szeretnének felállítani. A Túrós, Túrós Meggyes, Mákos Meggyes és Darás Meggyes kézműves rétesek iránt ez évben is nagy volt az érdeklődés. A komáromi ostromlakoma szintén az Öreg Várnap hagyományos rendezvénye. A 19. századi szabadtűzi ételek nyilvános főzőversenyén idén 14 csapat mérhette össze tehetségét. Ezek voltak a legjobb ételek, amiket kóstoltam, mert több éve vagyok zsűritag, és szintén úgy, mint eddig is, eddigi években értékeltük a jellemét, ízvilágát az ételeknek, utána a tálalást, a díszítést, és természetesen összeadtuk a pontokat, és úgy jött ki egy eredmény, ami alapján a zsűri eldöntött a kinyert, és ki volt a döntős. A versenyen sok új ételt próbálhattak ki a zsűritagok. A harmadik helyen az Ötvös utcai alapiskola végzett. A második helyet a Rozmaring utcai alapiskola szerezte meg, és a legjobbnak a Határőr utcai alapiskola bizonyult. Ők idén árpakását készítettek, és ügyeltek rá, hogy csak a 19. században elérhető alapanyagokat használják.
My sme sa rozhodli, že pripravíme jačmennú kašu, lebo sme si načítali, že to bolo tradičné. Úgy döntöttünk, hogy árpakását készítünk, mert olvastuk, hogy ez egy hagyományos szlovák étel, és úgy döntöttünk, hogy ezzel a finomsággal járulunk hozzá a versenyhez. Van egy olyan érzésem, hogy azért nyertünk mi, mert talán mi álltunk a legközelebb azokhoz a hagyományos receptekhez, amelyekben valóban csak sót használtunk, és a lehető legkevesebb fűszert. Ha jól tudom, nekünk volt az egyetlen húsmentes ételünk, és elég hagyományos volt, szóval azt hiszem, ez is sokat számított. Myslím si, že to bolo aj dosť tradičné, takže podľa mňa toto vo veľkej miere zavážilo. Idén is a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület bevonulásával kezdődött az 1849-es csatákat megidéző tavaszi emlékhadjárat. A résztvevők már hagyományosan a 175 évvel ezelőtti dicsőséges hadjáratra emlékezve utolsó helyszínként látogatják meg a komáromi öregvárat. A hagyományőrzők ez alkalomból a Klapka téren is tiszteletüket teszik, ahol Keszeg Béla polgármester fogadta őket. A rövid köszöntést követően a polgármester engedélyt adott a koszorúzásra, és a hagyományőrzők elhelyezték a megemlékezés koszorúit Klapka György tábornok szobránál. Küzdelésre felkészülni! A Komáromi Napok keretein belül Izsák Éva Ecsetvonások című kiállításának megnyitóját tartották a Csemadok galériájában. Izsák Éva harmadik önálló kiállítását megtisztelte jelenlétével a városvezetés is. Az érdeklődőket Stubendek László üdvözölte. Köszöntőjében elmondta, ez a kiállítás is mutatja, hogy Komárom a kultúra fellegvára. Izsák Éva amatőr festőművész 10 éve foglalkozik az olajfestészettel autodidakta módon. Leginkább a természet inspirálja, emiatt nagyon szívesen fest tájképeket. Ezentúl előszeretettel örökíti meg a mindennapok szépségét egy-egy csend életformájában. Számára a festészet a kikapcsolódást, a szépben való elmerülést jelenti. A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szervezésében koszorúzási ünnepséget tartottak Egressy Béni Tó utcában található emléktáblájánál. A résztvevőket Szénási Témea, az Egyesület alelnöke köszöntötte. Elhangzott, hogy Egressy Béni 1849-ben Klapka iránti tisztelete jeléül indulót komponált, amely városunk himnuszává vált. Így örökre beírta magát Komárom történelmébe. Az Egressy Béni születésének 210. évfordulója, illetve az emléktábla felállításának 23. évfordulója tiszteletére tartott ünnepséget az Ötvös utcai alapiskola diákjainak kultúrműsora tette színesebbé. A megemlékezés végén a résztvevők közösen énekelték el a Klapka indulót, míg a városvezetés és a szervezők elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál. A komáromi születésű világhírű zeneszerző karnagy Lehár Ferenc születésének 154. évfordulójára emlékeztek a róla elnevezett parkban. Az érdeklődőket Klement Terézia, a Lehár Ferenc polgári társulás elnöke köszöntötte. Elmondta, Lehár műfajteremtő a maga nemében, és nemzetközi viszonylatban minden idők legismertebb és legtöbbször játszott magyar zeneszerzője. Az eseményt Fejferlik Tamás előadásai tették színesebbé, aki Lehár két közismert művét adta elő. A kultúrműsor végén a szervezők, a városvezetés és a civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit Lehár Ferenc szobránál. Napsütés és kellemesen meleg időjárás fogadta az idei komáromi napokon a városunk főterére és környékére kilátogató komáromiakat. A Nádor és Megye utcában már hagyományosan a kézműves sportékákat áruló vásárosok kaptak helyet. Kínálatból nem volt hiány, ahogy nézelődőkből sem, és mindenki megtalálhatta a kedvére való vásárfiát. Legyen az egy egyedi karkötő, környezetkímélő csomagolóanyag, pamutból készült játékfigura, fazekas termék, vagy az üvegszobrász által felkérésre készített állatfigura. Az igazi vásári hangulat elmaradhatatlan része a vattacukorárus.
A régiónkbeli nagyközségből Bátorkeszről érkezett Gyuszi bácsi már évek óta szebbnél szebb és finomabbnál finomabb vatacukor különlegességekkel lepi meg a legkisebbeket. A lacipecsanyések és a kemencés lepényt kínáló árosok szintén kihagyhatatlan részvevői a komáromi napok vásári forgatagának. Az idén is több helyszínen kínálták a finom falatokat. Régiónk borászait az Európa udvarban találhatták meg a finom alkoholos nedőkedvelői. Lehetényi, Bátorkeszi, Fűri és Serembai pincészetek borai mellett Magyarországról, Mórról és a Balaton felvidékéről származó borokat is kínáltak kóstolásra. A legnagyobb érdeklődés és kereslet a könnyed, gyümölcsös jelleget hordozó félszáraz és félédes rozéborok iránt mutatkozott. A kiváló borok mellett kézműves, sajt különlegességek is szerepeltek a kínálatban. A borudvar kellemes légkörét a szobatéri színpadon fellépő városunkbeli zenekarok és előadó művészek koncertje varázsolta hangulatosabbá. Kapka tér közelében felállított nagy színpadon városunk művészeti csoportjai, együttesei és zenekarai is bemutatkoztak. A közismert hazai és magyarországi előadók hangulatos hétvégi koncertje és a komáromi napok belvárosi rendezvénysorozata e színpompás fényjátékkal zárult a Kapka téren. Az Anglia Parkban hívták fel a figyelmet a hulladék válogatásának fontosságára. Szórakoztató foglalkozásokkal várták a Reclay Systems vállalat munkatársai és a fenntartható felvidékért egyesület tagjai, a kicsiket és nagyokat, hogy betekintést nyerjenek a hulladék helyes szelektálásának alapjaiba, amely segíthet megóvni környezetünket, és akár jelentős összeget spórolhatunk, hiszen a szelektív hulladék elszállítása ingyenes. Ha helyesen válogatjuk, csökkenhet a vegyes kommunális hulladék mennyisége, és ezáltal csökkenthető az úgynevezett személydíj összege. A gyerekek interaktív foglalkozások során megtanulhatták, hogyan kell helyesen gyűjteni a hulladékot szelektíven. A nap legfontosabb célja az volt, hogy mire felnőnek, számukra már természetes legyen a szelektálás, és ezáltal is egészségesebb életet élhessenek. Kiderült az is, hogy a komáromi lakosok 86%-a nem tudja, hogy az így gyűjtött hulladékot ingyenesen szállítják el. Ennek díját városunkban a Reclay Systems vállalatája. Hangulatos fotópikniket rendezett az idei komáromi napokon is a Helios Fotóklub. Az idén 65 éves szervezet ezúttal a dél-komáromi Molaj Fotóklubot és az érsekújvári Hexagon Fotóklubot is meghívta a már hagyományos eseményére. A jó hangulatú rendezvényen a komáromiak és a városunkba látogatók megtekinthették a kiállító fotósok kimagasló alkotásait. Lehetőségük nyílt elbeszélgetni az alkotókkal, tanulni tőlük. A klubok tagjai bemutatták a legjobb általuk készített portrékat, természetfotókat, de akár a régi fényképezőgépeket is megcsodálhatták a nézelődők. E kültéri tárlat idén is sok érdeklődőt vonzott, a rendezvény nagy sikerrel zárult, hiszen többen kedvet kaptak ahhoz, hogy megmutassák képeiket a jelenlévő fényképészeknek. Ezen a napon is kiderült, hogy a komáromiak büszkék Szlovákia legsikeresebb fotóklubjára. Várják a jubiláló egyesület rendezvényeit, kíváncsiak alkotásaikra. Elsősorban a kisgyermekes családoknak nyújtott kikapcsolódást a Tiszti Pavilon udvarában megtartott Mókás udvar címet viselő és játékos programokat kínáló kétnapos rendezvénysorozat.
A hangulatos környezet, a koronyári kellemes időjárás szép számú érdeklődőt vonzott a patinás épület falai által bezárt udvarba. A kihagyhatatlan arcfestés mellett kézműves foglalkozások is várták az érdeklődőket. A Zafrangó Szilvia Magánművészeti Alapiskola képzőművészeti foglalkozásán elsősorban a gyöngyfűzést, az agyagszobrászatot és a dekupás technikával kivitelezett díszes dobozok készítését kísérte érdeklődés. A hétvégi rendezvénysorozatot számos kiegészítő program, labdajátékok, célbalövés, mellett színházi és művészeti előadások tették színesebbé. Többek közt a Magánművészeti Alapiskola tánctagozatának fellépése, valamint a Ludasmotyi történetét elmesélő interaktív előadás. Komáromi Strongman klub szervezésében az Újvár előtti parkolóban tartották meg az erős emberek versenyét. A Komáromi Napok népszerű sporteseményén idén 12 erős ember mérhette össze erejét, köztük 3 komáromi versenyző. A látványos eseményen a versenyzőknek 5 versenyszámban kellett teljesíteniük. Többek közt egy 12 tonnás kamiont kellett elhúzniuk, ahol a feladat teljesítése mellett az időkorlátra is figyelniük kellett. Továbbá egy gumiabroncsot kellett 4-szer átfordítaniuk a lehető legkevesebb idő alatt. Voltak versenyzők, akiknek ez a nehézséget okozott, azonban mások számára ez sem jelentett kihívást. A versenyszámok közti szünetben a szervezők lehetővé tették, hogy a gyerekek is kipróbálhassák a kamionhúzást. A komáromi versenyzők közül a legjobb eredményt Horváth Tamás, a Komáromi Strongman Klub alapítója szerezte, aki az 5. helyezést szerezte meg. A hagyományoknak megfelelően a Hajós utcai odából indultak útjukra a Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület által szervezett csárdatúra idei évfolyamának résztvevői. A regisztrációt követően 5 percenként kisebb csoportokban vágtak neki tágabb régiónk kerékpár megszállottjai a 7 kategóriában meghirdetett távoknak. A legrövidebb a 10 km-es városi táv, a leghosszabb pedig az országutasoknak szánt 110 km-es útvonal volt. A közkedvelt bringás rendezvény fő célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a város és a régió legszebb helyeinek bemutatása. A kitűnő időjárásnak is köszönhetően a szervezők az idén az elmúlt évek egyik legnagyobb részvételű kerékpáros rendezvényét tudhatják maguk mögött. A teljesítménytúrán közel 380-an vettek részt, akik összesen 21.500 kilométert tekertek le. A Schuller Gimnázium a városvezetés támogatásával idén is megrendezte a 9. Victoria Cup nemzetközi középiskolás női labdarúgó tornát. A mérkőzésen részt vett Keszeg Béla polgármester, Filko Gabriella, a Komáromi Kórház igazgató helyettese, valamint a kórház igazgatója Miroslav Jaska, aki egyben a Szlovák Labdarúgó Szövetség játékvezetői bizottságának tagja és a legmagasabb labdarúgó versenyünk delegáltja is. A színvonalas mérkőzéseken a testvérvárosunkból, Blanszkóból érkezett gimnázium női labdarúgói bizonyultak a legjobbnak, akik minden ellenfelüket legyőzték és pontveszteség nélkül nyerték meg a tornát. A második helyet a Komáromi Jókai Mór gimnázium tanulói szerezték meg, és a Ludovit Jaroszláv Schuller gimnázium játékosai lettek bronzérmesek. A negyedik helyen a Komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola csapata végzett. A Dél-Komáromi Városháza elől a Szabadság térről rajtolt a Komárom-Komárno Nemzetközi utcai futóverseny 48. évfolyama. Az idén rekordszámú versenyző összesen közel 1000 indult az 5,5 kilométeres, valamint a 10 kilométeres távon. A hagyományoknak megfelelően a verseny útvonala Dél-Komáromból az Erzsébet hídon keresztül a Nádor utca, a belváros és a 10 kilométeres táv résztvevőinek a komáromi erőd érintésével vezetett a városi sportcsarnok előtti célvonalhoz. Az 5,5 kilométeres távon a férfi és női kategóriában is hazai győzelem született. A dobogó legfelső fokára a városunkbeli Holcej Dávid állhatott fel, akit sorrendben a magyarországi Koska László Richard és az émei Pogány Krisztián követett. A hölgyeknél a szintén városunkbeli Puha Réka ért elsőként célba, megelőzve a magyarországi Barta Csillát és Nagy Hédit. A 10 kilométeres távon a magyarországi versenyzők bizonyultak jobbnak. Érmet kaptak az egyes korkategóriák legeredményesebb versenyző is, a részletes eredmény a www.kefekomarom.hu weboldalon tekinthető meg.
Átadták a két Komárom polgármestere által felajánlott díjakat is, a legtöbb diákkal versenyző középiskola részére is. A pénzjutalommal járó díjat a dél-komáromi Kulcsár István szakközépiskola és az észak-komáromi Sejj János gimnázium képviselői vehették át. Az Észak-Komáromi Kárpátia Sport Polgári Társulás és a Dél-Komáromi Komáromi Sporthagyományokat őrző kerekasztal a Komáromi Napok ideje alatt rendezte meg a térség legnagyobb ifjúsági focitornáját, az 5. Aranycsapatkupát, amelyen Felvidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról érkező középiskolai csapatok mérkőztek meg. A torna a legendás aranycsapat és annak egyik játékosa, a 100 éve született Zakariás József emléke előtt tisztelgett. Az egész napos labdarúgó eseményen immár egymás után harmadszor a kárpátaljai Beregvidék csapata bizonyult a legjobbnak. A második helyen a Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnáziuma, a harmadikon a Komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola végzett. Másnap már vidám óvodásoktól volt hangos a városi sportcsarnok. Az ovi olimpiára idén 14 óvodából érkezett 280 kis ovis. A szervező szabadidő központ fő célja a rendezvénnyel a kicsik sportra nevelése, az egészséges szocializáció fejlesztése, de igazából ez a gyerekeknek egy jó buli, amely során ügyességi és gyorsasági feladatokban mérik össze erejüket, ügyességüket. Kijelenthetjük, hogy a komáromi ovisok jelesre vizsgáztak. Bebizonyították, hogy nagyon ügyesek, szívesen mozognak és imádnak játszani. Ezen a napon minden ovis nyert, s jogosan járt a rendezvény végén mindegyiküknek egy szép matrica, egy kis édesség, és minden ovi egy szép mesekönyvvel gazdagodott, amelyet a gyerekek rögtön meg is néztek. A szlovák bajnoki címet megszerző komáromi röplabda csapat tagjait és vezetőségét fogadta városunk elöljárósága és az önkormányzat sportbizottságának elnöke. A szívélyes hangulatú találkozón Keszeg Béla polgármester a város nevében köszönetét fejezte ki a csapat tagjainak, hogy méltó módon képviselik és öregbítik Komárom hírnevét. Egyben kiemelte, hogy mindez nem valósulhatott volna meg Ferenc László a klub elnökének győzelembe vetett kitartó hite és erős akarata nélkül. A bajnoki aranyérem mellé a város szimbolikusan egy újabb éremmel járult hozzá, pontosabban egy csoki éremmel, amely városunk egy nemzetközileg is elismert kézműves műhelyében készült. A találkozón elhangzott, hogy a komáromi röplabda csapat fennállásának egyik legsikeresebb idényét tudhatja maga mögött. Keď berieme len extraligové družstvo mužov, tak vyhrali sme titul majstra Slovenska. Ha csak a férfi csapatot vesszük, akkor megnyertük a szlovák bajnoki címet, bejutottunk a szlovák kupa döntőjébe, és ott voltunk az Európai Challenge Kupa 8-a döntőjében, ami szintén hatalmas siker a szlovák röplabda számára. Tehát egyértelmű, ez a klub történetének legsikeresebb szezonja. Nem szabad megfeledkeznünk a nőkről sem, akik a klub történetében először jutottak fel az extraligába, illetve a fiatalokról sem, hiszen az idősebb iskolás lányok pontveszteség nélkül nyerték meg a nyugati csoportot. Ez óriási dolog, és a fiatalabb diákok is tovább jutottak a szlovákiai országos bajnokságba. Vannak más sikereink is, de a zászlós hajó a férfi extraliga. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon örülünk, hogy megnyerték a bajnoki címet, mert ez hatalmas motiváció a fiatalok számára. A bajnokok köszöntése egy közönség találkozóval fejeződött be a Klapkatéren, ahol a lelkes szurkolók nem csak fotózkodhattak és beszélgethettek a csapat tagjaival, hanem autogramkártyákat, posztereket és pólókat is beszerezhettek.